Köszöntöm a Honvéd Hét nézőit! Nagyszabású gyakorlatok zajlottak a honvédség életében 2022-ben. Most kiemelünk néhányat ezek közül. Röviddel az orosz-ukrán háború kitörése után a honvédség jelentős erőket és eszközöket csoportosított át a keleti határ közelébe. Javában zajlik hazánk több pontján a keleti pajzs 2022 feladat, amelynek több mozzanatát Raimundo Rodríguez Roca vezérőrnagy, a Szövetséges Erők Európai Főparancsnokságának törzsfőnök helyettese és Robert Hrány admirális, a Horvát Fegyveres Erők vezérkari főnöke mellett Rob Bauer admirális, a NATO Katonai Bizottságának elnöke is megtekintette. Meggyőződött arról, hogy a magyar felajánlott EFP-like zászlóhajt harcsoport az nem csak hogy bevetésre kész, hanem a keleti határ mentén ellátja a feladatait maximálisan. Segít a rendőr kollégáknak a humanitárius feladatok megoldásában, ugyanakkor a másik fele azért van a központi gyakorlótéren közösen az amerikai századdal, és közösen hajtanak végre kiképzést, hogyha szükséges, akkor felkészüljenek a legrosszabbra is. Meggyőződhetek arról, hogy Magyarország elkötelezett, hogy a NATO-val közösen tudja megoldani feladatait, ugyanakkor a magyar haderő képes arra, hogy jelen helyzetben biztosítsa Magyarország és a magyar emberek védelmét. Programjuk kezdetén a magasrangú vendégek a Magyar Honvédség parancsnoksága előre tolt vezetési pontját tekintették meg, majd tájékoztatást kaptak a keleti pajzs feladat részleteiről. A megbeszélés követően szemrevételezték a Beregsurányi határátkelőt, valamint a határszakaszon települt századot. A delegáció programja délután a Veszprémhez közeli nullaponti lőtéren folytatódott, ahol tájékoztatást kaptak az amerikai-magyar csapatok közös hadgyakorlatáról és a közös együttműködés lehetőségeiről. Ezt követően komplex, éles lövészettel egybekötött mozzanatot néztek meg. Ennek során az erők humanitárius feladatok ellátása során bekövetkezett támadás elhárítását gyakorolták harci helikopterek és Gripen vadászgépek légitámogatásával. A mozzanatot követően Rob Bauer admirális úgy nyilatkozott, Magyarország felkészült és elkötelezett tagja a NATO-nak. 5 nemzet haderejének 20 helikoptere, 5 repülőgép, valamint 1000 közreműködő. Alapvetően ezek a számok jellemezték a júniusban hazánkban megrendezett Fire Blade 2022 elnevezésű több nemzeti helikopterharcászati gyakorlatot. Június 7-én kezdődött a Fireblade több nemzeti helikopter harcászati gyakorlat, melyen honvédségünk forgószárnyasai mellett Ausztria, Belgium, Szlovákia és Szlovénia haderejének helikopterei vesznek részt, és több európai ország, köztük Franciaország és Olaszország is delegál megfigyelőket. Összesen 20 helikopter, 5 repülőgép és 1000 közreműködő. Ezek a gyakorlat főszámai. Hazánk 2012-ben csatlakozott a helikopter gyakorlatok programhoz, ezzel egy időben Magyarország vállalta a Blade gyakorlatok befogadását, a mostani Fireblade a 2017-es után a második alkalom. A gyakorlat célja, hogy lehetőséget teremtsen a résztvevő nemzetek helikopter személyzetei, valamint más légi és szárazföldi egységek közötti együttműködésre, közös harcászati műveletek végrehajtására. Mindezt pedig valósághű és kihívást teremtő környezetben, gyors döntéshozatalt megkövetelő szituációk keretében, nappal és éjszaka egyaránt. A komplex légiműveletek megtervezésében az Európai Védelmi Ügynökség kiképzői nyújtanak támogatást. A gyakorlat lehetőséget ad éles lövészetre és légiroham kiképzésre is. Fontos kiképzési cél, hogy a helikopter személyzetek legyenek képesek több nemzeti kötelékben támogatni a szárazföldi csapatok harcát hagyományos és városi környezetben is, akár élőerő és felszerelés harctérre szállításával, a fedélzetről való kijuttatással és tűztámogatással. Az újdörögdi kiképzőbázison a Romvárosban tartott sajtónyilvános szimuláció során először felderítőket tettek földre a helikopterek, majd 2 Gripen semmisítette meg az ellenséges erők légvédelmét. Ezután a forgószárnyasok körgyűrűvel biztosították, hogy az ellenséges erők ne tudjanak kitörni. Mindenki benne van a tervezésben, tehát az összes részvevő gépszemélyzet, ugye mindenki megkapja külön feladatát, van, aki az útvonalat tervezi, van, aki azt, hogy a szárazföldiek melyik gépbe, szárazföldi erők melyik gépbe és hol szálljanak be, vagy akár azt, hogy magán a célterületen milyen manővereket hajtanak végre. Ezután következett az objektumok elleni művelet és a túszok kiszabadítása, végül a maradék ellenállás felszámolása.
A látványos szimulációban részt vett a terrorelhárítási központ is. Ez az első alkalom, amikor a házházon ültem a haderőfejlesztési programnak az első fecskéje ilyen mély vízbe lett dobva, mind a helikopter, mind a gépszemélyzetek, és azt kell mondjam, hogy elég jól teljesítenek, büszke vagyok rájuk. Szeptemberben Moonstar 2022 elnevezéssel rendeztek gyakorlatot, amelyen 5000 katona, köztük 300 tartalékos vett részt. Több mint 300 tartalékos katona vett részt a Moonstar 2022 elnevezésű gyakorlaton a táborfalvai kiképzőbázison. A Vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred zászlóaljaitól érkezett alegységek a harcászati gyakorlaton kötelék feladatokat hajtottak végre. Ennek során egy konvojt védtek meg a támadástól. A katonák egy helikopterrel érkeztek a helyszínre, és ugyancsak egy forgószárnyas szállította el a támadás során megsérült katonát. A konvoj ezt követően a sérült járművet elvontatva hagyta el a helyszínt. A gyakorlatot megtekintve Ruszin-Szendi Romulus altábor nagy a Magyar Honvédség parancsnoka elmondta, a katonák elismerést érdemelnek, hiszen a feladatok összetettek voltak. Az éles lövészet mellett a sebesült mentését és a sérült jármű elszállítását is gyakorolniuk kellett. Itt ezen a gyakorlótéren közel 500 katonánk vesz részt ezen az éles lövészettel egybekötött harcászati gyakorlaton, és ahhoz képest szeptember 1-én jöttek ki, ma szeptember 7-e van, az eredmény, a lőeredmények, a mozgás, a tűz és mozgás összhangja, az együttműködés a helikopterekkel, mind azt mutatja, hogy erre az állományra igenis lehet számítani. A Magyar Honvédség parancsnoka hangsúlyozta, a gyakorlat során olyan motiváltságot látott a tartalékosok szemében, ami jó példa lehet az aktív állomány számára is. Hozzátette, a tartalékos rendszer indulásakor sokan szkeptikusak voltak, de ez a gyakorlat megcáfolta minden kétkedő felvetését. Bebizonyosodott, hogy a tartalékos katonák is képesek a hazavédelmére. Az az elgondolás, amit elkezdtünk a tartalékosokkal, annak igenis van helye. Ez az állomány bizonyította azt, hogy ennyi idő alatt is képes valós feladatokat ellátni. Tehát várjuk a fiatalokat, várjuk azokat, akik csatlakozni szeretnének a tartalékos rendszerhez. Jöjjenek, ígérem, megtalálják a számításukat. A Jackal Cave 2022 több nemzeti különleges műveleti gyakorlat részeként hajtottak végre személymentő gyakorlatot szeptember 19-én Táborfalván. Szeptemberben rendezik meg a Jackal Cave 2022 több nemzeti különleges műveleti gyakorlatot Magyarországon, amelynek egyik helyszíne a táborfalvai gyakorlótér. A gyakorlaton a különleges műveleti erők többek között különleges felderítést, nagy fontosságú objektum- és eszközrombolást, valamint személymentést gyakorolnak. A gyakorlattal párhuzamosan zajlik a NATO által végzett Sofeval ellenőrzés. A cél, hogy a NATO reagáló erő 2023-as váltásra kijelölt kötelékek megkapják a harckész minősítést, ezáltal megfelelve a szolgálatba lépés előfeltételeinek. A mostani gyakorlaton a személymentésen volt a hangsúly, hiszen a szimuláció szerint egy Mi-24-es harci helikopter kényszerleszállása közben megsebesülteket láttak el, majd a helyszínről légiúton szállították kórházba a katonákat. A gépjárműves és helikopteres kijuttatási módok gyakorlásának célja az volt, hogy a csoport megfelelő eszközökkel tudjon tapasztalatot szerezni. A Mi-24-es pilótája jelezte, hogy kényszerleszállást kell végrehajtania. A vezetési pont megkezdte a mentés megszervezését. Ebben a Vitéz Bertalan Árpád különleges rendeltetésű dandár katonái kapták feladatul, hogy segítsék és koordinálják az akciót. Hamarosan a katasztrófa védelemmel együtt megérkeztek a területre, és a helyszín biztosítását követően a tűzoltók megkezdték az oltást. Csak ezt követően kezdhették meg a mentést, amikor is kiderült, hogy 10 megsérültek, egy ember pedig életét vesztette. A sebesültek között voltak könnyebben és súlyosan sérültek is. A gyors és szakszerű ellátásnak köszönhetően a sebesültek alkalmassá váltak arra, hogy a helyszínről kórházba szállítsák őket. A súlyos sérülteket a szlovén Cougar Medevac helikopter szállította el a helyszínről, majd a műveleti csoport saját gépjárművével szállította el azokat, akik könnyebb sérüléseket szenvedtek.
A szeptemberben lezajlott Brave Warrior 2022 elnevezésű gyakorlat során a magyar vezetésű több nemzeti harcsoport egységé kovácsolódott. Így fogalmazott a helyszínen a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter, valamint a Honvédelmi Minisztérium államtitkárai is jelen voltak a Brave Warrior 2022 elnevezésű gyakorlat kiemelt látogatói napján. A komplex harcászati kiképzési foglalkozás sorozat legfontosabb mozzanatait bemutató látványos program, valamint a gyakorlaton vizsgázó magyar vezetésű kiemelt éberségi tevékenység több nemzeti harccsoport kapcsán a tárcavezető úgy fogalmazott, hogy a résztvevő nemzetek alkotta közösség egységé kovácsolódott. A háború kitörését követően a NATO határozottan és gyorsan lépett, amikor a már meglévő 4 harccsoport mellé 4 további létrehozatalátra szólított föl, annak érdekében, hogy a keleti határainak vonalát megerősítse a potenciálisan fenyegető háborús veszéllyel szemben. Magyarország kormánya is ebben azonnal lépett, és létrejött az a NATO harccsoport, amelynek legfontosabb keretnemzetei Magyarország mellett Horvátország, Törökország, az olaszok nagyon komoly arányban vesznek részt, és az amerikaiak is csatlakoztak a tevékenységhez. A mai napon az a gyakorlat zajlott itt, amely ezt a harccsoportot egy egységes egységgé ötvözte össze. A gyakorlat kifejezetten sikeres volt, és ez az is bizonyítja, hogy a mai nap erejével a jelenlévő NATO parancsnokság vezetőjének hatalmából a magyarországi harccsoport megkapta a teljes műveleti képesség minősítést, ami egy komoly elismerése annak a munkának, szolgálatnak, amit a katonáink egy nemzetközi kötelékben elvégeztek. Az az erődemonstráció, amit itt végignézhettek, egy nagyon komoly katonai felkészültségről, egy nemzetközi együttműködésről, és ezen belül a magyar katonáink kimagasló teljesítményéről tett tanúbizonyságot. A honvédelmi tárcavezető hozzátette, öröm volt mindezt látni, hiszen a gyakorlaton már felvonult számos olyan haditechnikai eszköz is, amelyeket a magyar kormány által elindított honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként szerzett be a Magyar Honvédség. A különleges erőknek az éjszaka leple alatt sem jelent különösebb kihívást a feladat végrehajtás. Erről a Sámán Tör 2022 elnevezésű különleges műveleti rendszer gyakorlaton tanúbizonyságot is tettek. Nyomjelző lövedékek festették színesre az éjszakai égboltot táborfalván a Bakony Harci Képzőközpont lő és gyakorló tere fölött. A nem mindennapi látványosság bizonyítéka volt annak, hogy a Sámán Tör 2022 elnevezési különleges műveleti rendszer gyakorlaton résztvevő katonák 7 nappal látéve feladatokat hajtottak végre. A gyakorlatot a november első napjaiban megalakult Összhaderőnemi Különleges Műveleti Parancsnokság szervezte, a feladatokat pedig a Vitéz Bertalan Árpád különleges rendeltetésű dandár katonái hajtották végre. Fontos kiemelni, hogy a november 5-e és 11-e között zajló gyakorlaton a szárazföldi elemeken és a légi komponensen kívül önkéntes területvédelmi tartalékosok is bizonyítottak, akiknek felkészültségéről a gyakorlat főpróbájának napján Szentkirályi Alexandra kormányszóvívő is megbizonyosodott. A gyakorlat tervezésénél az Összhaderőnemi Különleges Műveleti Parancsnokság nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a különböző alegységek közötti együttműködést a terepen gyakorolhassák. A Sámán Tör gyakorlat egyik legfontosabb feladatát, az éjszakai lövészetet több százan hajtották végre csak úgy, mint az azt megelőző nappali begyakorlásokat. A komplex éjszakai feladat végrehajtás, amit Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter és Ruszin Szendi Romulus altábor nagy a Magyar Honvédség parancsnoka is megtekintett, bátran nevezhető példaértékűnek, hiszen hasonló létszám és a feladatba bevont nagy mennyiségű haditechnikai eszköz egyidejű alkalmazására az elmúlt időszakban nem volt példa. A gyakorlat éppen ezért kiváló lehetőséget nyújtott a haderőfejlesztés során beszerzett személyi felszerelések és haditechnikai eszközök használatára.
Önök a Honvéd Hét műsorát látták. Hírösszeállításunkkal jövő héten újra jelentkezünk. A haderő híreit addig is nyomon követhetik a honvédelem.hu portálon, valamint közösségi oldalainkon is. Köszönjük szíves figyelmüket! Viszontlátásra!